Kedves nézőink, ahogy ígértük, a Weekend második része is a férfiakról szól majd. Mindennyian ismerjük a mondást, hogy a férfi szívéhez a hasán át vezet az út. Nos, Paluska Ádám egy igazán férfias étellel készült, legalábbis erről fogunk beszélgetni. Szia Ádám, jó estét! Jó, szia! Ugye ez az egész műsor most a fiúk köré épül, hát nehogy azt gondolják, hogy mi hölgyek nem gondolkodunk róluk. Beszélgettünk itt ma már sok mindenről, finomságokról, sörökről, szakáról. Hát te úgy látom, hogy érintett vagy, akár itt a szakállápolásban. Igen, igen, ez nem a No Shave November miatt van, én általában is így hordom. És a sörrel hogy állsz? Hát szeretem, mint minden férfi. Nos, hát akkor majd leöblítjük ezt a finomságot egy kis sörrel itt a mai nap folyamán. Ugye elsősorban most férfias ételekre vagyunk kíváncsiak, vagy talán inkább azokra, ami mindenki számára kedvenc, és elég gyorsan elkészül. Én a hamburgerre gondoltam, nem tudom, hogy valóban gyors ez az étel, vagy azért egy igazán jó hamburgerhez idő kell. Hát viszonylag gyorsan el lehet készíteni, bár az alapanyag mindig a legfontosabb, hogy jó minőségű húst be tudjunk szerezni, illetve hogy a megfelelő fűszerezést eltaláljuk. Gyorsan el lehet készíteni, mert hogyha már minden adott a dologhoz, akkor viszonylag egy 10-15 perc alatt ezt elő lehet állítani, de azért az előkészületek több órát is igényelhetnek. Az az érdekes ebben, hogy nyilván aki hozzátok elmegy, az tudja, hogy akkor ott valóban azt kapja, ami, tehát nem egy lefagyasztott, nem tudom, valamilyen áruházláncban megvásárolt húspogácsával fogják azt a zsömlét megtölteni, hanem ott készül el helyben. De azért a legtöbb háziasszony tényleg elmegy a könnyebb ellenállás irányába, vagy elviszi a gyerekét egy étterembe, gyors étterembe, vagy megveszi ezeket a bizonyos pogácsákat. Úgyhogy akkor most így, akkor mondjunk egy kis receptet. Hogy készül akkor egy finom hamburger? A legfontosabb, hogy tényleg marha húsból kell készíteni, hogyha az ember ugye marha burgert akar, mert már a sertésburger is kezd egyre jobban újra visszatérni, ez a retro dolgok, a mangalicából, a különböző húsokból. De a legjobb, hogyha az ember 100% marha húst választ. Ehhez talán a legjobb, hogyha nyakat választunk, illetve ehhez valamilyen zsiradékot teszünk hozzá, akár szalonnát, akár vesefagyút, mondjuk azt egy kicsit nehezebb beszerezni. Igen, még ezt én soha nem vettem, de... Ilyen háztartási célra elég nehéz beszerezni, vágóhidakról lehet ez könnyebben hozzájutni. Ugye ez nehezíti a dolgot azért egy kicsit. Hát a lényeg, hogy ne használjunk igazából túl sok fűszerezést, mert akkor azt fog dominálni, egy igazi jó hamburgerben a hús íze dominálja, ne az, hogy ebbe petrezselymet teszünk, tojást, különböző dagasztóanyagokat, hanem inkább csak a hús, illetve valami zsiradékot, egy körülbelül 90-10-80-20%-os arányban, és akkor egy megfelelő ízvilágot kapunk, sóbors. Tehát akkor ennyi? Fokhagyma, igen, nem is, semmi? Nem is kell, majd inkább ezt a szószba, hogyha az ember akar még egy különböző pikantériát belecsempészni, akkor inkább a szósszal próbálja. Nekem az a tapasztalatom, hogy megint csak, és lehet, hogy nem csak én használom ezeket a fűszereket, hanem nagyon sok háziasszony, ugye, nagyon sok reklámot látunk, hogy mitől lesz finom a húsleves, akármilyen hús, ezért valahol egy idő után szinte minden ételnek ugyanolyan íze van, mert azokat az ízfokozós fűszereket használjuk. Úgyhogy ez egy nagyon jó dolog, amit most mondtál, hogy próbáljuk meg élvezni annak az ételnek az ízét, amelyet ugye fogyasztunk. Igen, sajnos a média eléggé súlykolja az emberbe, hogy különböző ízfokozókat használjon, ugye ez általában a nátriumglutamát, és tényleg ez minden ízt ugyanolyan, tehát ez egy nagyon jó íz, nem tudjuk megmondani pontosan milyen, csak ugye egy jó íz, és nagyon sok vásárolt ételben rengeteg nátriumglutamát van, és ez nem egy jó irány. Tehát az ember inkább azért járjon el étterembe, hogyha otthon ezt nem engedheti meg magának, hogy tényleg mindenből a minőségét, tényleg a legfrissebbet, és gyorsan össze akar dobni valamit. Nyilván vannak olyan adott szituációk, amikor ezt kell használni, de hogyha lehet, az ember ezeket kerülje el, és a friss dolgokat, inkább próbáljon meg piacon vásárolni, ne nagy hálózatokban, üzletláncokban, és akkor biztos, hogy meg fogja találni magának azt az ízvilágot, amit szeretne. Nos, akkor, hogyha összegyúrtad ezt a pogácsát, akkor gondolom, hogy ellapítgatod, és akkor kisütöd. A sütés az hogy történik, olajban, vagy valamilyen faszenes Hát igazából még most az időjárásunk ugye engedi, hogy kint grillezgessünk, ugye ez egy nagyon jó vonal, nagyon szeretik az emberek nyáron, főleg a férfiak, ugye meg lehet a barátokat hívni, ugye sör kísérletében egy nagyon jó grillezést. Hát, hogyha az ember nem akar nyüglődni azzal, hogy faszenet begyújtja, vannak már nagyon jó gázgrillek azon is,
nagyon jó húsokat lehet elkészíteni. A lényeg a hőfok, hogy minimum 200 fok legyen, de inkább 200 fok felett legyen, és ha lehet, akkor a húst azt ne süssük teljesen át. Hogyha megbízunk a hentesben, akitől vásároltuk, hogy ez egy jó minőségű marhahús, akkor nyugodtan maradhat a közepe rozé, és nem lesz tőle semmi bajunk, és úgy a legszaftosabb. Ez mennyi idő körülbelül? Hát egy a 3-3 perc mind a két oldalán, és akkor egy pont tökéletes lesz, rozé lesz a közepe, és kellően szaftos lesz, nem az lesz, mint amit egyes gyorséttermi láncokban látunk, hogy ez teljesen már rózsaszín szín sem található meg benne. Na, beszéltél itt a szószokról, ezzel egy kicsit itt a fantáziám beindult, gondolom, hogy sokféle szószt el lehet készíteni. Mik a legférfiasabb vagy a legkedveltebb szószok? Hát a nem legférfiasabb, úgymond, inkább a férfiak nagyon szeretik a csípőset, ez szinte bármihez fel lehet használni, akár egy ketchup alapú mártáshoz, akár egy barbecue alapú mártáshoz. A férfiak szerintem inkább a fűszeresebb ízvilágokat szeretik, amik ilyen karakteres, ugyanitt ugye a barbecue, illetve a csípős, én azt ajánlom a férfiaknak. Na, azért egy kicsit legyünk a hölgyekhez is kedvesek, hát, és vannak nőies mártások? Hát a nőies mártások inkább a majonézes alapúak, úgy mondanám, amik nem ilyen nagyon karakteresek. De persze vannak olyan hölgyek, akik nagyon szeretik a csípőset, ugyanúgy vannak olyan férfiak, akik viszont nem szeretik abszolút a csípőset. Nos, nem tudom, Ádám, milyen férfias ételeket ajánlonnál, vagy egyáltalán mik azok az ételek, amelyek a szívedhez közel állnak, amelyeket te, mint férfi, szívesen készítesz el, és így ajánlasz is a költségtérítés. Én nagyon szeretek barbecue-zni. Ez egy új, nem azt mondom, hogy új stílus, mert ez régóta van, már a háztartásban is lehet kapni nagyon jó barbecue eszközöket, ez egy ilyen faszenes, úgymond grillek, de inkább smokereknek nevezzük őket, hogy külön van a tűztér és külön van a sütési terület. Az a lényeg, hogy ez alacsony hőfokon történik, egy 3-4 órán keresztül csak füstöljük a húst alacsony 40-50 fokon, és utána pedig egy ilyen 100-110 fok közötti hőmérsékleten készre sütjük egy ilyen 8 óra alatt. Ez egy nagyon időigényes dolog. 8 óra alatt? Igen. És 8 óra alatt a hús, hát én azt gondolnám, hogy ez biztos egy ilyen cipőtalpá változik. Nem, ez inkább hasonló a konfitáláshoz, az áll hozzá a legközelebb, de az a lényeg, hogy becsomagoljuk füstölés után, és benne marad minden íz a húsban, nem fog belőle kisülni, semmi nem lesz rágós, hanem inkább ilyen porhanyós lesz a hús. Hát figyelj, ez alatt a buli alatt olyan helyekre szokom, hogy 8 óra alatt mindenki elhajlana valószínűleg, de úgy gondolom, hogy a rohanó időben ez egy nagy kihívás, egy ilyen 8 órás ételt elkészíteni. Akinek nincs rá 8 órája, az esetleg gondolom nálatok meg is kóstolhatja. Nálunk abszolút megkóstolhatja mind az oldalast, mind a pult porkot, csülkönk van már. Azt tudom még javasolni, akinek nincs ennyi ideje, azért már nagyon jó termékeket lehet kapni, esetleg szuvidálva. Ez is egy újfajta technológia, ez a lassú főzés technológiája. Egy ilyen 60-80 fok között, húsfajtától függően, főzve, vákumcsomagolva és főzve elkészítik, és majd ezt csak újra redukálni kell, felmelegíteni, grillen felsütni, és akkor egy tökéletes ízvilágot kapunk, és ez már a nagy áruházakban is beszerezhető. Hát Ádám, köszönöm szépen, sok újat tanultam tőled. Akkor, hogyha most már így fölcsigáztál minket, akkor én is egy picit fölcsigázlak, ugye beszéltünk itt a sörökről, úgyhogy most kézműves sörökről fogunk hamarosan beszélgetni, és ilyenkor szoktam azt mondani, hogy álltam képzelni a kedves nézőt, aki kirohan, feltépi a hűtőt, és ami van, az gyorsan bekebelezi, tehát így este nem biztos, hogy ez nagyon hogy is mondjam, jó fejek vagyunk, de higgyék el, hogy ötleteket próbálunk adni, mert bízunk benne, hogy nagyon sokan ki is próbálják mindazt, amiről mi itt ma este beszélgetünk. Hát ezt a finomságot illik leöblíteni valamivel, ez pedig egy jópofa magyar sör lesz, vagy egy jópofa sörös beszélgetés Szollát Tiborral, a Bocskai Freedom ügyvezetőjével. Jó estét kívánok! Itt viccesen mondtam, hogy eddig gyakorlatilag mint csendes társ nem akartam felfedni a nevem és az inkognitóm, de hát sajnos nincs semmi közöm ehhez a magyar sörfőzdéhez, ami ugye egy családi vállalkozás tulajdonképpen. Ha jól tudom, önök azért nem ma kezdték a pályafutást, legalábbis ami a biogazdálkodást illeti, több évtizedes tapasztalatuk van ezen a területen. Hogy kezdtek éppen a sörfőzéshez?
nagyjából 20 éve foglalkoznak ökológiai gazdálkodással, tehát nyilván növénytermesztés, állattenyésztés már kezdetektől. Az utóbbi időben hagyonállással elkezdtünk azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne minél jobb minőségű, minél több helyi alapanyagot tartalmazó élelmiszer és egyáltalán termékcsaládot kialakítani. És amikor ezekkel a kitelepülésekkel megjelenünk, akkor mindig fölmerült egy mindig aktuális kérdés, hogy valami ital van-e hozzá, ami helyi. És itt az Alföldön azért borban nehéz, Tokaj hegy aljával itt, de ugye mi hozzánk oda látszik, hogy hegy alja, az a nehéz egyáltalán gondolkodni borban, emellett a nagy érték mellett. Pálinkával most mindenki, és elég sokan foglalkoznak. És akkor az merült föl, hogy talán a sör lehetne egy ilyen lehetőség. Egyrésztről maga a kihívás volt érdekes, hogy hogyan lehet sört készíteni, és én azt gondolom, hogy talán a legmerészebb állam az az, hogy saját bio gabonából saját bio sört készíteni. És ráadásul a sörkészítés az minden nap egy lehetőség. Mondjuk a borhoz képest, ahol egy évjárat egy lehetőség. Tehát így minden nap lehet sört. A sörnél az minden nap egy lehetőség, és annyi variációs lehetőség van, hogy kimeríthetetlen a határ. Ugye hát gyakorlatilag ez egy szakma volt a magyar nyelvben, ott vannak a serfőzők, akik valószínűleg ugye sörfőzők voltak egykoron. Vannak még olyan sörfőzők, akik ilyen régi tradicionális nagymesterei ennek a szakmának? Sőt, egészen az volt a neve, egy nagyon sernevelléknek hívták a sörfőzdéket, nagyon szép magyarosan. Én azt gondolom, hogy a világ mindig boros nemzetnek tartott bennünket, mi is magunkat azt gondolom nagyon hossz ideig. Ha a történelme visszanézünk, akkor a filoxéria vész, az a 19. század végén a szőlő ültetvények kétharmada elpusztult, és nyilván az emberek valamit inni kellett, mert hát valami a... Erre a nagy traumára kellett valamit inni. A derült és a bút azt azért valahogy azt kellett oldani, és akkor elkezdett. És ráadásul ugye ez párosult az ipari forradalommal, hűtés, mindenféle gépezetek jelentek meg. Gyakorlatilag a sörfőzés, a sörtechnológia nagyon jelentőset ugrott, illetve lényegesen olcsóbbá vált a sörkészítése, mint korábban, és lényegesen nagyobb méretekben lehetett ezt tenni. És gyakorlatilag itt volt egy nagy váltás. És én azt gondolom, hogy ez a 19. század vége, 20. század eleje az, amikortól lendületesen nő. Azt hiszem, hogy ha jól emlékszem az adatokra, 10 év alatt meg háromszorozódott a magyar sörtermelés. Ugye ebben Kőbánya egy jelentős szerepet játszott, nagyon jó adottságokkal, nagyon jó víz a Duna mentén, hatalmas pincék, ahol a jó minőségű magyar árpából lehetett jó minőségű magyar malátát készíteni, és jött hozzá bajor tudás, és tulajdonképpen Budapest egy kicsit a sörfővárosává is vált, és aztán most itt vagyunk, amikor a nagy ipari sörvilágát éljük, amikor nagyon egyszerű és nagyon olcsón lehet, aránylag olcsón lehet ipari sörhöz jutni, és elindul egy sörforradalom, amikor meg az emberek elkezdenek valami újat keresni, és az újban a régit találják meg, vagyis hogy a kézműves, a minőségi sörben azért az megvan a technológiai tudás, vissza kell térni azokhoz a fogásokhoz, azokhoz a folyamatokhoz, ami korábban jellemezte a sör készítést. Hát ugye ez a forradalom, ez benne van a cég nevében is, gondolom, hogy innen a Pocskai Freedom elnevezés. Kezemben Lusztus Imre a Jó Magyar Sör című könyve, és egy pár fotót megpróbálok megmutatni a nézőknek, annál is inkább, hiszen az önök vállalkozása is benne van, és gyönyörű képekkel illusztrálták tulajdonképpen az itt folyó munkát, a termelést. Úgy tudom, hogy 8 féle sörrel kezdtek el kísérletezni 2 évvel ezelőtt. Mik a legkeresettebb, vagy a legtöbb ízlelő bimbónak tetsző sörök mostanában, illetve hát mennyire férfias dolog sört fogyasztani? Mennyire férfias, ezt nem tudom. Azt tudom, hogy mindenki issza a jó sört, szerintem. Nyári időszakban azért, amikor egy jó esti beszélgetéshez előveszünk egy finom jó sört, az azért az megfizethetetlen. Én magam részéről, amikor most úgy kell visszaemlékezni, hogy 8 sört kezdtünk el készíteni, akkor azt gondolom, hogy talán egy picit túlzásba is vittük, hiszen 8 fajta sört nagyon nehéz jól csinálni. És most, hogyha újra kezdhetném, akkor azt gondolom, hogy pár megfelezném ezt a sör típust. Nyilván alapvetően azt gondolom, hogy mi magyar emberek a lager típusú világos fehér söröket, alsó helyeztésű söröket isszuk és ittuk korábban is. Most megjelent egy olyan generáció, aki már próbál
próbál mindenféle ízt kipróbálni, és néha átesünk a ló túloldalára, most mindenképp ezeket az extremitásokat próbálja a sörbe megtalálni. Én hozzáteszem, hogy vannak cseh barátaink, akikkel néha így leülünk és beszélgetünk, és épp pontosan egy olyan sör, ami egy ilyen vanília bourbon jellegű sör, megkóstolta, és azt mondta, hogy nagyon jó, és kávénak igazán jó, de azért a csehek azok lágert fogyasztanak, de abból aztán végtelen mennyiséget. Igen, hát hihetetlen mennyiségű, és nagyon sokféle minőség van valóban a piacon. Ugye nagyon sokat számít a marketing is, mert sokszor a szép üveg, a különleges fantázia név az, amiért esetleg sokszorosát is képesek kiadni az emberek, akár ajándékba adják. Tehát gondolom, hogy tényleg fontos az, hogy meg tudjanak mutatkozni, hogy az emberek meg tudják kóstolni a söröket. És elsődlegesen azért mégis valamennyire az évszakhoz kötődik, hiszen főleg nyáron szeretnek az emberek sört fogyasztani, vagy azért van ebben perspektíva? Tehát télen is ugyanolyan kedvel fogyaszthatják az emberek, vagy oda tehetjük egy téli asztalra is ezeket a finom söröket? Azt gondolom, a sörben is vannak szezonális sörök. Egészen más söröket készítünk mi is így karácsony tájéken, de valóban a sörfogyasztás nagy időszak az a nyár és a fesztiválok. Azt gondolom, hogy a sörfogyasztásunk jelentős része ezt az időszakot jellemzi. És én azt gondolom, hogy a mostani generáció pedig kellő nyitottsággal nyúl a sörök iránt, és én annak meg nagyon örülök, hogy az utóbbi időben azért nagyon sok jó kézműves sör jelent meg a piacon. Ezek jellemzően drágábbak egyébként, mint a konvencionális sörök, de én azt gondolom, hogy nem is lehet és nem is szabad versenyezni ezekkel a nagyüzemi sörökkel. Már csak egy kérdés, ugye gyakran látunk különböző ilyen falusi fesztiválokon, vásárokban ilyen feliratot, hogy kézműves sör, és akkor egy ilyen sörcsapolóban van az a sör benne. Hát nem mindig biztos az ember az eredetében. Van erre valamiféle titok, szabály, ötlet, hogy hogyan tudjuk ellenőrizni, hogy tényleg valóban azt a minőséget fizetjük-e meg, amire vágyunk? Szerintem a sör az egy nagyon szubjektív ital. Oda kell menni, meg kell kóstolni, és ha ízlik, akkor sokat kell belőle fogyasztani. Hát köszönöm szépen. Kedves nézők, mi pedig, hogyha már ettünk, ittunk, akkor még egy kicsit fokozzuk szerintem az élvezeteket, azért ne gondoljanak semmi rosszra, vásárolni fogunk hamarosan. Hát ahogy ígértük, vásárlással folytatjuk, és hogyha november, akkor azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan tudják, hogy közeleg a Black Friday. Egy olyan időszak, ami azért tulajdonképpen nem csak egyetlen egy napra koncentrálódik, hiszen ugye egy nap alatt nem lehet mindent megvásárolni. Egy elég hosszú időszak veszi kezdetét. Mikó Gedeon üzletvezető a vendégünk. Nemrégiben az okos, hát nem is tudom, elég régen volt már, de ugye repül az idő, ma erről is beszéltünk, hogy olyan, mintha még csak most lett volna nyár, és már a karácsonyra készülünk, okos készülékekről beszélgettünk. Úgy gondolom, hogy ilyenkor, amikor van egy ilyen nagyon jó kis lehetőség, hogy hatalmas akciók vannak, akkor gyakorlatilag nem is tudom, hogy vannak-e favorit termékek. Ilyenkor mindent megcélzünk, ami olcsó, nem? Így van, abszolút. Megvannak azok a termékcsoportok, amik ugye az év folyamán leginkább slágerek. Ugye nyáron a hűtőszekrények, amik ugye a meleg miatt általában megadják magukat idő előtt. Olyankor a hűtőszekrények a szezonja. Iskolakezdésnél szeptemberben, augusztus végén olyankor a notebookok, a táblagépek, illetve az iskolakezdéshez szükséges eszközök. Gyakorlatilag a Black Friday-nél minden. Ott nincsen rá specifikázódva akármilyen termékekre, ott gyakorlatilag minden. Gyakorlatilag gondolom, hogy az, ami azért vagy már majdnem megadja magát a családban, vagy pedig ami ott hagyhatatlan, mert annyira jó áron kínálják, és azt mondja az ember, hogy inkább legyen kettő, most nyilván nem egy hűtőszekrényre gondolok, bár sok háztartásban ugye abból is több van, meg hát a közelgő karácsony. Tehát ez is nagyon átszínezi az emberek gondolkodását, hogy ki minek körülne. És akkor most egy picit menjünk előre az időben, van-e olyan termék, akár valamilyen okos eszköz, amiről már tudod, hogy mostanában jött a piacra, és tényleg valami nagyon új?
Hát olyan óriási nagy vívmányok azért nincsenek, tehát azok a technológiai fejlesztések, amik eddig is jelen voltak a piacon, a magyar piacokon, azok nyilván továbbra is kaphatók, azokat keresik a vásárlók. Amik a fiatalabb korosztálynak mindenképpen úgymond elengedhetetlen a mindennapjához, hogy az okostelefont egyfolytában használják, tehát kell hozzá töltő, ezek a mobil powerbankok, amikkel ugye bárhol fel tudják tölteni a készülékeiket, táblagépek, notebookok, ez a fiatalabb korosztálynak, az idősebb korosztálynak pedig hát ugye háztartási készülékek, ugye egy Black Friday-n, egy fekete pénteknél az akció mértékétől függően, ha nincs is a legnagyobb szükség a háztartásban egy adott készülékre, de hogyha kedvező az ára, akkor a vásárlást előrébb hozzák a vásárlók. Ugye külföldön ez borzalmasan népszerű már régóta. Mik a magyarországi tapasztalatok, vagy a ti tapasztalataitok a Black Friday-ről? Külföldön tudni kell, hogy évtizedes hagyománya van az Egyesült Államokban a Black Friday-nek. Gyakorlatilag arról szól, hogy a háladás utáni első péntek, ez 23-a, 29-e, attól függ, hogy ez hogy jön ki. Magyarországon 2013-ban volt először Black Friday, a Expert Kereskedőház Kft. Ehhez csatlakozott is 2013-ban, tehát nálunk már elsők között volt. Idén is lesz, Magyarországon most november 23-ára esik. Vannak olyan üzletláncok, illetve online webáruházok, akik ezt már korábban tartják, eltérnek ettől a dátumtól, de ez hivatalosan egyébként 23-án lesz. És hivatalosan ez akkor egy napot jelent? Tehát nem folyik bele a 24-ébe, például mondjuk nálatok? Tehát kifejezetten akkor meg kell ostromolni az üzletet. A trendeket követjük, de alapvetően mi azért szeretnénk elzárkózni ezektől a úgymond újszerű trendektől, miszerint november 1-én megkezdik, és november 30-áig, vagy 31-ig éppen a hány napos a hónap, addig tart ez a idézőjelben őrület. Két okból, az egyik ok az, hogy nem lehet egy hónapon keresztül azokat a kedvezményeket biztosítani a vásárolnak, amiket valójában kellene, hogy kommunikáljon egy Black Friday. A másik része pedig az, hogy ha egy napról van szó 23-áról, akkor én nem gondolom, hogy annak lenne értelme, hogy egy hónapon keresztül tartsuk ezt a tüzet az emberekben. Nálunk 22-től 25-ig lesz, viszont akkor garantáltan a legnagyobb kedvezmények, amit lehet adni, azokat fogjuk is a vásárlók biztosítani. Ez hogy kell ezt elképzelni, aki még nem volt egy ilyen alkalmon? Tehát tényleg tülekedni kell? Hát nem Amerika. Tehát azért a show business-től úgymond messze állunk, tehát nincs az, emberek egymás haját tépik, meg egymásra ruhát letépik, mert vannak olyan videók fent az interneten, hogy tényleg őre mennek egy-egy termékért, de azért nem panaszkodunk, tehát nagyon sok vásárló van. Én azt kell, hogy mondjam, hogy a régi trendeket, ugye a karácsonyi nagy bevásárlás, ezt már lehet előre tenni egész nyugodtan novemberre. Tehát novemberben annyi olyan akció van, ami megmozgatja a vásárlókat, hogy gyakorlatilag nem lehet már ráhúzni az egész éves legnagyobb bevételt, meg legnagyobb mozgást a decemberre, mert most már november is beszállt ebbe elég keményen. Ugye azért itt sok helyen olvastam, és nem tudom, most nyilván akinek nem ingyen elvegye magára, hogy belefutnak olyan helyzetekbe is, hogy mondjuk a cég direkt előtte fölemeli, majd azt az árat akciózza le. Hogyan tudja ezt a vásárló kivédeni, vagy lehet-e ezekre a cselekre valamiféle megoldást találni? Vagy ha éppen elkapom, hogy tényleg, hát bocsánat, a múlt héten ez ugyanennyibe került, akkor hol élhetek panasszal? Nézd, nagyon-nagyon örök kérdésnek. Én magamtól nem szerettem volna ezt felhozni, de nyilván ez egy jelenség. Van, aki él ezzel a lehetőséggel és jelenséggel, van, aki nem. Az Expert Kereskedőház Kft. Az utóbbi, nem élünk ezzel. Tehát én hiszem azt, hogy ha egy vásárló bejön hozzánk hétfőn, lát egy terméket polcáron kihelyezve 100 000 forintért, majd ugyanazt a terméket kedden 130 000 forintról látja 90 000 forintért, akkor ő a többet az életben nem fog bejön hozzánk vásárolni. Én azt mondom, hogy egy egészséges 30-35-40%-os kedvezmény éppen adott cikkcsoportoknál belefér, nagyobb termékeknél még annyi se, de ez reális, ez a vásárló megkapja. Tehát abban az időszakban, amikor akciós időszakban megkapja, de abba belebocsátkozni, hogy 70-80%-at ígérünk a vásárolnak, és valójában ugyanannyiért vagy még drágábban tudja megvásárolni, mint máshol, ahol éppen nincsen akciós rá, ettől elzárkóznak. Tehát ez nem szóval jó út. Én azt gondolom, hogy az, aki egy kicsit tudatosan vásárol, és valóban
nem csak dobálja a pénzét, az lehet, hogy kétszer-háromszor is elmegy ugyanarra a helyre, vagy egy másikra összehasonlítja az árakat. Egyébként különböző árukeresőkön, vagy internetes felületeken már ugye össze is lehet hasonlítani, tehát tudom, hogy ha bemegyek ebbe a boltba, akkor ez nagyjából reális, vagy ugyanaz az ár, amit a legolcsóbban láttam, tehát egy picit azt gondolom, hogy tényleg kellene erre a dologra készülni. Most hát én nagyon szépen köszönöm. Remélem, hogy ti, az ott dolgozók azért kellő vitalitással, energiával, sok-sok finomsággal és esetleg egy esti sörözéssel majd le is tudjátok a felgyülemlet feszültséget egy picit, vagy ki tudjátok oldani. Gondolok itt arra a sok mindenre, amiről a mai nap beszéltünk. Úgyhogy kitartást kívánok az ott dolgozóknak, és reméljük, hogy köszönjük sok szépen. Elégedett vásárló lesz majd az üzletetekben és szerte a városban is. Kedves nézőink, hát ennyi volt már a Weekend, ahogy az előbb mondtam, tele férfias témákkal. Hölgyek, ne felejtsük el, hogy november 19-én minden a teremtés koronáiról kell, hogy szóljon majd, hiszen ekkor lesz a Nemzetközi Férfi Nap, és természetesen Erzsébet nap is, úgyhogy ne feledkezzünk el az erzsébetekről, Lizákról sem. Tartsanak velünk a jövő héten is, amikor már elkezdünk készülni az adventi időszakra. Kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!